Fradi nagyon nagy nyomást gyakorolt a meccs elejétől ránk, ami a 23. és 24. percben két figyelmetlenség után ugye gólt is tudtak szerezni. Voltak periódusok a meccsben, amikor jobbak voltunk a Fradinál. Ilyen volt például az első félidő utolsó 10 perc, amikor az ő térfelükön folyt a játék. A második félidőben, amikor gólt szereztünk, utána megváltozott a játék képe, és ugye gólt rúgtunk a Fradinak, és akár rúghattunk volna még gólokat, de sajnos nem tudtunk, és így nem tudtunk pontot szerezni. Nagyon jó érzés volt gólt szerezni a felnőtt csapatban, főleg a Ferencváros ellen. Köszönöm szépen Bence és Miklósnak a lehetőséget, és Lencse Lászlónak, aki gyönyörű paszt adott nekem, és így be tudtam találni.